Nem kell minden iskolába külön kémia tanár, ezt jelentette ki a Magyar Nemzetnek a Klebersberg központ elnöke. Hajnal Gabriella szerint ugyanis vannak olyan tantárgyak, amelyeknél nincs szükség annyi óraszámra, amennyi egy teljes álláshoz szükséges egyetlen intézményben. A pedagógusok szakszervezetének alelnöke szerint ugyanakkor több ezer tanár hiányzik az oktatásból, mindemellett rengeteg gyógypedagógusra, pedagógiai asszisztensre is szükség lenne. Üres padok ebben a középiskolai tanteremben. Hamarosan ide is visszatérnek a diákok, akiket már vár a tantestület. Igaz, vannak még betöltetlen álláshelyek. Mi alapítványi iskola vagyunk, és itt is érezzük a pedagógusoknak a hiányát, bár azzal, hogy egy innovatív környezetben tanítjuk a gyerekeket, ezzel nálunk azért van jelentkezés a pedagógus álláshelyekre. Humán tantárból, magyarból, történelemből végzett fiatal kollégák jöttek hozzánk. Leginkább a reáltárgyak oktatásához lenne szükség pedagógusokra. Az Európa 2000 középiskolai magánintézmény. Az állami oktatásban azonban Hajnal Gabriella, a Klebersberg központ elnöke szerint nem ez a helyzet. A Magyar Nemzetnek nyilatkozva úgy fogalmazott, idézzük, nem érzékeltünk olyasmit, hogy a járvány miatt bárki is elhagyta volna a pályát. Sőt, tavaly még több tanárunk és óraadónk volt, mint korábban. A pedagógusok szakszervezetének alelnöke azonban másképp látja a helyzetet. Most már a budapesti elit második, 12., 11. kerületben is pedagógus hiány van. Elsősorban a természettudományos tantárgyakból, idegen nyelvet oktató tanárokból, de legnagyobb meglepetésemre a statisztikák szerint a készségtárgyakat tanítók körében is hiány mutatkozik. A szakszervezeti vezető hozzátette, a felvett hallgatói létszámot nézve a következő 5 évben körülbelül további 22 ezerrel csökkenni fog a pedagógus létszám. A tanárhiány egyik oka lehet, hogy egyre kevesebbet fordít az állam az oktatásra. Ezen a grafikán látható, hogy 2001-től 2019-ig folyamatosan csökkent az intézmények oktatási GDP-je. Egy darabig emelkedett, és főleg amiatt történt, hogy a pedagógus béremelés 13 és 17 között viszonylag jelentősen emelte az oktatás GDP-ből való részesedését, de hát azóta gyakorlatilag alig volt béremelés, a GDP meg ugye viszonylag gyorsan nőtt, tehát ennek az lett a következménye, hogy viszonylag kicsi vagy csökkenő a súlya az oktatásnak a teljes kiadáson belül. 2022-re várhatóan körülbelül 5000-en vonulnak nyugdíjba. 2017-ben 9000 pedagógus jelölt kezdte meg a tanulmányait, de közülük várhatóan csak 2000-en maradnak a pályán. Így további 2700-al csökken a tanárok létszáma.